konkrétan egy teljes bizonytalanságban van az életem. Tehát főleg az elmúlt, tudom, 5 évben. De miért? De miért? Mert van az a harc, amit csinálunk, és az a legfontosabb, és ez az egész a napi 24 órában 25-et ebben foglalkozok. Tehát nincs olyan, mint másnak, hogy itt a hazamegy, és tenni a saját magánéletére foglalkozik. Nincs magánéletem. Cica vagy Maci? Maci. Cuki Maci. Félni kell tőletek? Hogy írtam a tarackairól ezt a bejegyzést? Hihetetlenek a kérdéseid egyébként, ez már most többszörösen tapasztalom. Mert? Miért kéne tőlünk félni? A román titkosszolgálat. Na, az nagyon vicces. A klasszikus balonkabát, fordított ús, kalap. Tehát az nagyon vicces. Ketten isznak egy sört. A hihetetlen, tényleg van szürreális. Hogy gondolom, újsággal, tudod, klasszikus. Aztán elképesztő. Na, kérdés? Hogy mit csináltál a heteges újságírókkal? Semmit. Ú, de puha! Mondod te. Rózsi, nem húzzál ki belőlem semmivel, amit nem akarok mondani. Na. Na, szóval az úgy kiderült az ormintáról. Hát te is egyébként. Én? Igen. Én. Mert azt hazudtad most, hogy puha volt az orrom, holott nem volt az. Ültem, adtam egy interjút, és közben gesztikuláltam, mert egy elég gesztikulálós srác vagyok, és volt a kezemben egy ostor. Hányat tudsz? Sokat. De ugye, egy 2,5 méteres szobában, egy 3,5 méteres ostorral hogy csattogtad? Fizikai feladvány. Most komolyan, hogy? És mondtad nekik, hogy... És egyébként a cikk, elolvasom a cikküket, van már egy érdekes dolog, ugye azt állítják, hogy közben, amíg tartod az interjú, többen bejöttek a terembe, és ebbe a szobába. És közben azért jelentettek fel, hogy én rájuk zártam az ajtót. Akkor hogy zártam rájuk az ajtót, hogy közben kibejárkáltak az emberek? Zsidók vagy a cigányok? Ez a klasszikus tudod, hogy ezért melyik újra halad meg. De egyébként az ismertséget megint növelte. Egyébként amúgy annyira nem örültem neki, mert elég negatív. Elég negatív. Figyelj, valamenti képviselőnek kell az ismertség, mert különben nem tud dolgozni. Na, bulvár, na ez a bulvár, imádom. Na, de ez... Jó, legszebb színésznő. Most. A legszebb az Angyali Marcsoli. Kedvenc mozifilmet. Hú, az van. Én nagy mozis vagyok egyébként, meg filmrajongó. Na. Az egyik külkedvencem az a magyar regény. Tényleg? Pedig az ilyen liberális, ilyen drogos. Igen, és ennek ellenére tetszik. Ez egy iszonyú súlyos sávónak vagyok ugye beállítva, ugye többek között. Közben meg egy ilyen szép lélek vagy. És utána amikor... Verseket olvasol esténként. Nem olvasok verseket esténként, de egyébként olyan dolgokat olvasok, amiket te valószínűleg az első oldal után letenni egyébként. Legszebb politikus? Legszebb? És nyilván ugye... A legszimpatikus. Hivatalból ugye a Dúró Dórát kell mondani. Legszimpatikusabb? Parlamentben mondtál már csúnyákat mindenféle embereknek? Megmutassam, mit kérdeztél? Mondtam már mindenféle csúnyosságokat a parlamentben. Ez nem kérdés. De, jó, akkor hogy kérdezni? Fussunk neki újra. Hogy kérdeznéd meg magadtól ezt a kérdést? Képviselő úra, a híressé vált, idegeskedjél már, lerőg már szét az interjúmat. Tönkreteszed az interjúmat. Figyelek, most tanulok tőled újságírásra. Ezt úgy kell volna feltenni, hogy képviselő úr a májusban híressé vált kijelentése után tett még más képviselőnek is ilyen kijelentést? Ennyi. Na. Fruzsi, te ennyi. És válaszoljak a saját? Igen. Nem. Te miért lettél újságíró? Én már gyerekkorom óta újságíró akartam lenni. És akkor miért nem tanultál rendesen a havas iskolájába, hogyha újságíró akartál lenni? Igen, szeretett valaki, a havas valaki, gyere, de ha valaki... Na de nem azért, Fuzsi. Beválasztott a mesterkursusába. Hát de nem azért, miért mert annyira jó miért volt. Miért szeretett? Hát a havas azért a fiatal csinos lányokat szereti. De nem értem. Mert ő mondjuk konkrétan az újságíró, aki a szakmában, aki mondjuk többek között nem buzik. Tehát mert azért elég sok van, tehát úgy kb. 99% vagy 98%, ő nem az. Én sem vagyok buzi. Hát jó, benne vagy a 90%, benne vagy abban 2%-ban. Na, akkor gondold el a heteknél, akkor mennyien lehetnek.
Most az, hogy két liberális újságíró, aki egész életében abban foglalkozott, hogy minket mocskoljon, attól megijed, meg összecsinálja magát, hogy nekem a kezemben egy ostor van, az azért annál többet vártam tőlük, hogy oda jönnek a mi barlangunkba, érted? Akiket egész életükben mocskoltak, és utána megijednek attól, hogy ott van a kezemben egy ostor. Mi van a ti barlang? Akkor milyen jogon írnak rólunk bármit? Elképesztő. Ha mi mennénk a ti barlangotokba, mandineresek. Figyelj, voltak ott RTE klubosok. Most. Ott voltak, semmi velük nem lett. A parlamenti képviselő vagy, beszélsz valamiről a parlamentbe, és három székkel odébb bekiabál neked valaki, hogy kussoljál már, te hülye gyerek. Vagy kedves mandiner nézőtől kérdezem, hogy önök mit csináltak volna? Egyébként a magyar közelkölcsnek a megromlása azonnantól kezdve számítható, amikor betiltották a párbajt. Nem? Valaki párbajt. Figyelj, mondjuk egy ilyen bánya is beszólásnál egy elégtételt követelten volna persze. Első szintű párbaj, ez elégtételt követelten volna. Milyen fegyvernemet választottál? Annál karlappal elvertem volna sem. Úgy éljük az életünket, hogy folyamatosan reggeltől estig negatívan vagyok diszkriminálva. Egyébként még úgy is negatívan vagyok diszkriminálva, hogy a parlamenti képviselő vagyok. Parlamenti bizottságban benne vagy? Hát persze, külügyi és határon túli. És ott ül mellettem a Kovács László nem messze. És szoktatok dumálni? Tényleg beszéltek. Egyszer oda jött. Tényleg? A Kovács László. Nem is tudom. Amikor a parlament ebbe a külügyi bizottságba felvetettem ezt a Szerbiából való kitiltásunkat, ugye én is kivel tiltva, meg még egy tizenvalahány állatok. Ott ülök a bizottság végén a tapolok közt, és oda jön hozzám a Kovács, azt megveregett rá, hogy kedves Gyula, ez... Te jó tudod? De mit segíteni akart? Segíteni akart! Végig borsodott a hátamon a hideg. De mit akart segíteni? Nem mondta, hogy ez a diplomáciában ez így működik, hát igen, ez végül is nem törvényes, hát most nem etnikus, de hát sajnos ez nem lehet mit csinálni. Na akkor kedves volt végül is. De erre mit mondjak? Egyébként egy csomó fideszes van, akit szóba áll velünk, csak hivárosan nem lehet. Azok közül a Szabó Rebeka az kikerül minket, de egyébként amúgy meg van egy-két elemzés, akivel én beszélő viszonyban vagyok. Például. De ezt meg én miattam. Ezt meg nekem nehéz felvállalni. Egyébként az osztalikánál és a Pau felvilágban a Schiffer. Az első pillanatok ez, amióta ott vagyunk, Hillerek, Lendvai Ildikók, Kovács Lászlók, Gyurcsány Ferencek jönnek szembe, kibe járkálnak. Gondold el, hogy nekem ezt kezelni, de... Nem ugye, futott át Nem, azért nem futott át az agyamon, hogy most mit kéne vele csináljak, meg a többivel is, azért valami együtt álló figura a Gyurcsányon kívül is. Ne kedvenc együttes. Ez meg fúlna a zenében egyébként, ez megint olyan, hogy... hogy... Igen. De ezt nem szabad mondani. Titokban, luditákat. Tényleg? Imádom egyébként. Agnostic Front egy kedvencem. Agnostic Front. DHK-tól a Hunok csatája. Szárasi. Nem vagyok humorista. Egyébként de nem határolódok el tőle. Mi gondolsz, Szárasi? Tessék, el Magyarország utolsó törvényes miniszterelnöke. Törvényes? Igen. Mert? Mert a Szent Koronára esküdött fel, gyerekek. És de... Ha most Orbán Viktor kimenne és felesküdne a Szent Koronára, akkor törvényes lenne? Hosszú, tehát az ilyen hosszú fejtegetés lenne egyébként. Hogyha abba a helyzetbe helyeznék, mint amiben a Szárasi volt, akkor igen. Hány centi vagy? 2,2 méter. Most azért kell félni tőle. Figyelj, ez ne haragudj meg, ez negatív diszkrimináció a normális magasságú emberekkel szemben. Egyébként az a normális magasság, amit én képviselek. De például tényleg politikus lettél. Mert? Negatív diszkrimináció. Mi ott adtad kimondani ezt a szót? De azért... Jó, Fruzsi, még az a szerencsé, hogy itt szívjuk egymás vérét, és nem haragszott meg annak, hogy egy fatuskónak nézel egyébként.
Mi az az antiszemitizmus egyébként? Mondd már, mi az antiszemitizmus? Az, hogyha lehetőségetek lenne rá, akkor fognátok is deportálnátok. De mi vagy te gondolatfentbőrség? Belelátsz az agyunkba, mint a tanulunk? Akkor de is. Tudom, hogy mit gondol, ti vagy, jó, hogyan kezelnétek a zsidó helyzetet Magyarországon? Tök egyszerűen. Hogy? Tessék? Hogy? Nem kell, nincs zsidó helyzet Magyarországon. Nincs. De hát a kurucinfo, meg a ukrán zsidó bűnözés, a kurucinfo, a zsidó bűnözés rovat, meg cigány bűnözés rovat. Hát apja az, hogy mondjuk a ilyen nagy pénzügyi visszaéléseket általában zsidók szokták elkövetni, erről hagyd be én teessek egyébként. Azért, mert a Dunaparton cipők kék vannak lerakva, tehát az nem azért, meg egy egész gépezet van erre ráállítva, meg egy egész marketing hálózat, hogy mondjuk ezt, hogy reggeltől estig ezt mondják ezt a holokausztozást, azért attól függetlenül még nem feltétlenül. De mégis csak volt. De erről szóljunk már. Mi a célotok, hogy az embereknek jobb legyen, vagy legyen egy apostoli király, mert hogy az úgy régen az volt, aztán most is legyen az. De figyelj, egyébként ez folyamány egyik a másiknak, tehát amúgy én úgy gondolom, hogy ha visszatérnénk az eredetekhez, akkor az embereknek is jobb lenne. Tehát az, hogyha visszaállítjuk a jogfolytonosságot, az, hogy normálisan működjön Magyarországon, vissza kell állítani a jogfolytonosságot. Utána onnan már el lehet indulni bárhova, meg lehet alakítani a mai korkövetelményekhez a dolgokat, de először vissza kell térni az 1945-ös állapotokhoz jogilag. De a király személye nem aktuális jelenlár szerint. Tehát ez egy ilyen király nélküli királyság. Átmeneti időszakban mindenképpen. Királynő nem lehet? Nem. És a Fruzsi lenne a királynő? Én lennék a királynő. De mert nem vicceljünk már, mert... Te? Nem. Én sem. Kedvenc étel. Öfőzelék fasírtal. Tényleg? És tudod, hol szerettem meg? Böribe. Komolyan? 99-ben előzetesben. Tényleg. Nem ettem addig főzeléket meg, és onnantól kezdve, amikor voltam egy két hétig, onnantól kezdve ott rászoltam, hogy mindent megeszek, amit elém raknak. Mindent, kivétel a spenótot. Spenóttal lehetne kínozni. Mivel lehetnék kínozni? A hülyeséggel, Fusi, a hülyeséggel. Az értetlenséggel. És hogyha ti lennétek hatalmon, akkor mi lennék berával a halaknak? Nem. De akkor nem lennék. Mert nem Andi nem lennék. Persze. Most.